Szeretettel köszöntöm a Credo TV nézőit. Eljött egy újabb alkalom, amikor együtt dobbanhat a szívünk arra, amit Isten készített a számunkra, és közölni akar nekünk. Ezekkel a műsorokkal az a célunk, hogy szüntelen változó világunkban egy biztos alapot nyújthassunk a kedves nézőknek. A Biblia, az Isten beszéde a biztos támaszpont. Szolgáljon az ige hirdetés tanulságul, vigasztalásul, és lássuk meg, hogy számunkra is hasonló helyzetben hasonló az Isten akarata. Irányítsa Isten gondolatainkat és lépéseinket akaratának megfelelően. Isten békéje,
Teremtés könyvének utolsó fejezetét keressük meg, az 50-es részt. Az 50. résznek 15-től terjedő verseit 26-ig olvassuk abból. Mózes első könyvéből tehát, az 50. részből, az 50. fejezet 15-ös versével így szól Isten igéje. Amint látták József bátyai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondják vala. Hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldének azért Józsefhez mondván. A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondván. Így szóljatok Józsefhez. Kérünk téged, bocsáss meg a te atyád fiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsáss meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír valamikor, ezt mondták néki. Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborulának előtte is mondának. Imé, mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta. Ne féljetek! Avagy Isten gyanánt vagyok én? Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek! Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalá őket, és szívökre beszéle. József pedig Egyiptomban lakozik, mind ő, mind az ő atyának háznépe, és éle József 110 esztendeig, és látá József Efraimtól harmad ízen való fiait, Manassé fiának Mákírnak is születtek József térdén gyermekei. És mondta József az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket e földről, arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megesketi József Izrael fiait mondván, mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én testemet, tetemeimet magatokkal. És meghal a József 110 esztendős korában, és bebalzsamozák, és koporsóba tevék Egyiptomban. Ámen. Kedves testvéreim, sokszor azt gondoljuk, hogy akkor kell bocsánatot kérni, amikor már nincs mit tenni, mert kiderülnek a dolgok. Bocsánatot kérni akkor kell, amikor észrevettük, hogy vétkeztünk. Amikor látjuk azt, hogy hibáztunk. Amikor tudatunkra és tudatunkba jut az, hogy valamit rosszul tettünk, mert csak magunkra gondoltunk. Aztán azt is tudni kell, hogy nem csak akkor kell megbocsátani, ha bocsánatot kérnek. Sehol nem írja a Biblia azt, hogy akkor bocsássak meg, és akkor bocsássunk meg, ha valaki, aki ellenünk vétkezett, nagyon őszintén, nagyon mélyen meg bocsánatot kér, és nagyon bánja azt. Sehol nem teszi ezt kitételnek az ige, hanem az ige azt mondja nekünk, hogy bocsássunk meg egymásnak, miképpen az Úr megbocsátott nékünk. Harmadsorban, szintén a féle definíció, a bocsánatkérés megalázkodás, a megbocsátás elengedés, és mindig felszabadulással jár. Mindig Isten lelkének kiáradását jelenti az életünkben. Mindig kinyílik az a kalitka, és a tőre elszakadt, és mi megszabadultunk. Mindig az történik, hogy megtapasztaljuk Isten hatalmas erejét. Amíg magamba tartom, amíg okoskodok, amíg gondolkodom, amíg valamiféleképpen lobbizok és diplomáciai tervekkel próbálok ilyen vagy amolyan kiskapukat megnyitni, addig nem lesz
a lelkemnek öröme. Mikor elrendezem, akkor felszabadulok. Vétkezhetsz az Úr ellen, vétkezhetek az embertársam ellen, mindkettő ellen. A megoldás, bocsánatot kéne is rendezni, elismerni azt, amit tettem, és bűnnek nevezni. Most tessék megfigyelni, hogy a József történetében, amit felolvastunk, Isten mennyire providenciálisan munkálkodik, cselekszik, és mennyire átjárja ennek a Józsefnek az életét, és lelkét nemesíti, újjászülve teljesen, és most akkor látjuk, amikor kezében hatalom van. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy amikor a kútba volt és kiabált, nyilvánvaló volt, hogy nagyon kiáltott az Úrhoz. Amikor börtönben volt, Egyiptomban, nagyon kiáltott az Úrhoz, erősen vágyott az Úr után, de most jólétben van. Egyiptom kormányzója, gubernátora, erős hatalom van a kezében, már évek, évtizedek telnek el, és arról olvasunk, hogy József tisztában van azzal, hogy csak az Isten kegyelme által az, aki. Már idős ember, a halálhoz közel, de szívében még most is, lelkében az a friss, fiatal, újjászületett ember, aki Istennel jár. Kedves testvéreim, József bátyai veszélybe érezték magukat atyok Jákob halála után. És az első igazság, amit szeretném, ha ma este megfigyelnénk, amíg nem kérünk bocsánatot, nem rendezzük el, veszélyben vagyunk. És kegyelem az, hogy egyik fiút sem a bátyok közül, József bátyai közül nem szólított el Isten. Adott időt, hogy rendezzék dolgaikat. És Jákob halála után gondba voltak. Most mi lesz? Mert lehet, hogy eddig volt egy bizonyos fenntartása Jákobnak, mert nem akarta szomorítani, bánatba vinni a mi atyánkat, nem akart valamiféleképpen ellenünkre lenni, látta üdőségét, gyengeségét, és elnézéssel volt irányunkban, de vajon most, mikor visszatértünk atyánk Jákobnak temetéséről, Kánaán földi Mamré tölgyesében temették el, ott, ahol Ábrahámot és Izsákot, most mi lesz? És veszélybe érzik magukat. Testvéreim, olyan jó az, amikor megérezzük azt, hogy az ördög kezében vagyunk, és veszélybe vagyunk, ha nem rendezi dolgainkat. Isten kegyelme az, mikor kinyitja a szememet és a szemünket. Amikor világossá teszi azt, hogy nincsen menekvés, ha nem rendezzük el az Úrral dolgunkat, és azzal, akivel szemben vétkeztünk. Ez az Isten kegyelme. Hogy megtart addig, és világosságot gyújt bennünk, és látjuk azt a veszélyt, amiben élünk. Mert kérdezem a testvérektől, az akolból kimaradt Júnak, ott az erdő vagy a mező közepén, milyen esélye van a rókával, a farkassal, vagy más ragadozó vadállattal szemben ének éjjelén. Társak nélkül, pásztor nélkül, védelem nélkül. Semmi. És amikor ráébredek erre, és ráébredsz erre, hogy mennyire védtelenek vagyunk, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, ez is egy fény, egy világosság. Azt is figyeljétek meg, testvéreim, hogy Jákob már nyitogatta a szemüket. Azt mondta a fiúknak, már nem voltak fiatal emberek, akikről most beszélünk, ott lehettek valahol 70-80-90 év körül,
Már idős, vagy idősödő, életük javát megevő emberek voltak, és Jákob adja az atyai tanácsot. Én meghalok, fiaim, ti kérjetek bocsánatot. Ő ébrezgeti a lelkiismeretüket. Mondjátok el Józsefnek, hogy bocsáss meg a te atyád fiainak. És mintha Jákobnak az utolsó kérelme lenne, mert úgy adják elő a bátyai Józsefnek, hogy atyánk azt kérte, hogy az ő halála után. Így olvassuk, így szólának Józsefhez, kérünk téged, bocsáss meg a te atyád fiainak vétkét, mert a te atyád megparancsolta nekünk az ő holta után, hogy ezt mondjuk. Józsefnek fontos volt, hogy mi lesz a családjával. Jákobnak is nagyon fontos volt, és hajlottak a szóra. Arra szóra, hogy alázkodjanak meg. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy eljön a megalázkodás ideje. A második igazság, amit szeretnék elmondani, Isten ezt rég elmondta már. Rég kijelentette, hogy a Jákob házában a 12 fiú sorsa úgy fog alakulni, hogy a 11 leborul az egyelőtt, és meg kell alázkodni. Sőt, Jákobról is szól az álom a 37. részben, a kévékről, majd a naphold csillagokról. És Isten a proféciát álomban megjelentette Józsefnek, nem értették, Jákob se, fölháborodott. Miféle álom ez, József? Mi akar ez lenni? Milyen álmodozó vagy te? Diktátor, zsarnok? Milyen céljaid? Milyen elgondolásaid vannak? Tehát azt akarod, hogy imádjunk téged? És azt olvassuk, hogy az álmok elmondása után, az isteni kijelentés után adták el Egyiptomban, mert gyűlölték. Mondja a 37. rész, gyűlölték az ő testvére annyira, hogy egy jó szót nem bírtak mondani. A második igazság, amit figyeljünk ma meg, Isten szava beteljesedik. A profécia szóról szóra. Így olvassuk, járulának ő hozzá az ő testvére, és leborulának előtte. Testvéreim, Isten szava való és igaz. Ne gondoljam, és ne gondold azt, hogy el lehet kerülni. Nem lehet kijátszani. Be fog teljesedni. Mert Isten nem csúfoltatik meg. És az a profécia, amit tinédzser korban, álomban kapott József, itt a halála előtt Egyiptom kormányzójaként beteljesedik, és leborulnak előtt az ő bátyai, mind a 11 öccsével, Benyáminnal együtt. És Isten szava beteljesedik. Itt szeretném azt megemlíteni, hogy sokszor mi úgy látjuk, hogy a mi embertársunk életében és viselkedésében gonoszság van, mikor ő az isteni kijelentésről beszél, hogy mire hív fel az Úr. Lehet haragudni emberileg, gyűlölni, de ember haragja Isten igazságát nem szolgálja. Kérdezzük meg akkor, Uram, mi a te akaratod? És ahogy kijelentette Józsefnek, kijelentette volna a bátyjainak is. Csak el kellett teljen a hosszú idő. És úgy szeretném, hogyha nem adnánk helyet az irigységnek. Ha nem azt mondanám, én idősebb vagyok, én fiatalabb vagyok, én többet tanultam, én többet tettem, én nekem már tapasztalatom van, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt, ne mentségeket hozzunk föl. Ne emberileg gondolkozzunk, ne az irigység szavának, ne a féltékenység gondolatának adjunk helyt, hanem adjunk helyt az Isten akaratának. És így jutunk el a harmadik igazsághoz. József nem a maga szemével nézi a dolgokat. Ha emberi szemmel nézte volna, akkor azt tette volna, amit a testvérei
gondoltak. Ő nem, valamiféleképpen tűrtőztette magát, hogy ne hajtsa búsulásba, depresszióba, idegösszeroppanásba az apját, és nem azért nem állt bosszút testvérei. Ne. József Isten szemével látta dolgokat. József nem arról emlékezett, és nem arról beszélt, hogy nekem volt 10 testvérem, aki megfogott, letépte rólam a ruhámat, kútba dobott, aztán majd 20 ezüst pénzért eladott, hazudott csúnyán az apámnak, és még hozzá tanúbizonyságtételt is vittek, vére szétszagatott ruhámat. József nem erre emlékezik. József arra emlékezik, hogy a gonosz gondolatot Isten jóra fordította. Mert József Isten szemével nézi a dolgokat. József nem azt nézi, hogy most mit tehet ő, és hogyan fizetheti meg az addig kapott nyomorúságot. József nem arról tervez, hogy miképpen áll bosszút. József Isten szemével nézi a dolgokat, és amikor hallja a testvéreinek a félelmét, ő sír. Ő sír, mert bántja őt az, hogy netán a viselkedésével vagy valamilyen szavával alapot adott volna erre, hogy ilyen félelmei legyenek a testvéreinek. Sír és ezt mondja, ne féljetek. Tőlem ne féljetek. Ne féljetek, mert én nem vagyok Isten gyanánt. József nem úgy gondolkozik, mint az egyiptomi fáraó, akit a napisten főpapja, Potifár kikiáltott az Istenek fiának, aki uralkodik Egyiptomba. És mint félig Isten, vagy teljesen egészen, végzi telj akarattal a maga munkáját, és úgy fog majd halála után is a piramisban bebalzsamozva pihenni a teljes felszerelésével, palotájával, rabszolgáival és mindennel együtt oda temetve. József nem szédül meg. És nem gondol magáról többet, mint a mi. Kormányzó vagyok, felelős az emberekért, és értetek is. És annyira tetszik nekem Isten szemével nézni a dolgokat. Aki nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Ezt tanította nekünk Jézus. És példakép ebben József. Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy a legkisebbnek is beleéled magad az életébe, és foglalkozol vele. Akár a család, akár a csoport, akár a gyülekezetnek a vezetője lenni, azt jelenti, hogy foglalkoztat a másik sorsa. Foglalkoztat. És testvéreim, Józsefet nagyon foglalkoztatta. És így olvassuk, Isten jóra fordította azt, és úgy tette azt meg, hogy sok nép életét megmentette. József világosan látta azt, hogy Isten nem a bosszú istene, nem a halál istene, nem a bűn és a megtorlás istene, nem a féltékenykedő Isten, hanem az életnek, a szabadításnak, a megmentésnek az istene. És József beáll az Isten munkájában, hogy a szabadulásban, a megmentésben legyen eszköz. Nem számít, ha ellenségeiről van szó. Az se számít. Kész szolgálni. Kész életükért harcolni. Kész az ő testvéreinek is a javát úgy megadni, hogy félelem
és kérdések nélkül élhessenek. Azt is figyeljétek meg, testvéreim, József nem azt mondja, hogy hát, tudjátok, most eddig egy család voltunk, mert apánk még élt, együtt voltunk, és eltartottalak benneteket. József odalép Jákobnak a nyomába, és azt mondja, eltartalak benneteket. Kinek kötelessége eltartani a gyermeket? Nem a szülőnek? Persze, bizonyos korig. Mikor már az is tud dolgozni, a sok gyermek akkor is szeretné, és el is várja, hogy 18, 20, 25, 30, 40 éves kora után is tartsa a szülője, mert hát a szülő lehet, hogy azért van gondolja, nem azért van a szülő. Testvéreim, József odalép a József a Jákob nyomában, és azt mondja, eltartalak benneteket. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy Józsefnek fontos volt az, hogy mi lesz az ő családjával tovább. Úgy, ahogy Józsefnek fontos volt addig, hogy mi lesz az apjával. És kedves testvérem, ha nem növekedtél fel árvaházban, tudd meg, hogy a Jóisten elvárja, hogy az édesapás az édesanyát ne fejezze be öreg otthonban. Ha eltartott téged gyermekkorodban, édesapád és édesanyád, a Jóisten elvárja, hogy az idős szülődet ne az állam gondozza, és ne a pénzedet add oda, hanem az idődet, a kedvességedet, a szeretetedet. És József ezt kész megtenni. Idős korára lehívja Jákobot, mikor miután Jákob meghal, teljesíti szíve vágyát, oda temetik el, ahova kell, a Mamré tölgyesében, és utána odalép, és fölvállalja az egész nagy nemzetségnek a terhét. 70-en mentek le Jákobbal. Még valószínű, hogy ott is születhettek, mert azt olvasjuk, hogy közben a generációk folytak. Lehet, hogy Józseffel együtt már 80-90-en közel voltak a 100-hoz, és nekünk olyan könnyű mondani, hát aztán József kormányzó volt, volt honnan. Testvéreim, mindig van honnan, ha van szeretet a szívembe és odaszánás. Az özvegyasszonynak is, akinek csak két fillérje volt, volt honnan szolgáljon az Úrnak. Volt. És Isten el is fogadta. Nyilvánvaló az Úr Jézus szava szerint, hogy el is fogadta. És soha nem mond azt, hogy nincs miből szolgálni az Úrnak. Nem mond azt. József nem húzolkodott attól a szerettől, ha sok népnek az életét megmentettem, annyi egyiptominak, annyi afrikainak, hogy ne az én testvéreimnek, még inkább az én nemzetségemnek. És nem teher számára a szolgálat. És nem azt nézi, hogy ezek sokat esznek, ezeknek sok állatuk van. Nem ezt nézi. Hanem szolgál. És amit kijelent, azt be is tartja. És a szava nem üres beszéd, a szavát tett követi. A szavát megerősítik cselekedetei. És így a hite élő, mert máskülönben a hit holt cselekedetek nélkül önmagában. Azt olvassuk, hogy József kitartó volt. Nem csak a megbocsátásban, a szolgálatban is. Vigasztalálja őket, a szívükre beszéle, azoknak, akiknek egy jó szavuk nem volt hozzá, szolgál feléjük meddig? Amíg belehal. De nem a szolgálatba, hanem Isten elhívja. És így fejeződik be az ő szolgálata. József Egyiptomban lakozik, mind ő, mind az ő atyának házanépe, és éle József 110 esztendeig. És ma este kérdezem, mit gondolsz, kedves testvér, mikor ér véget a szolgálat? Az enyém és a tiéd. Amikor bekövetkezik a halál. És elhív az Úr, és a következő pillanatoktól pedig Isten előtt kell megállni, és majd a szolgálat más régiókban, ha Isten gyermek vagyunk, folytatódik a mennyben, vagy jön az ítélet.
József haláláig szolgált. Nem látunk semmi beékelődést. Nem olvasunk arról, hogy meggyengült volna, nem olvasunk arról, hogy hivatta Manassét, vagy valakit mást, és mondta, hogy te, én már nem tudom, ő végezte azt a szolgálatot, amit Isten rábízott. És úgy tetszik nekem az, hogy Józsefnek az volt a fontos, hogy kitartó, hűséges legyen, beteljesítse azt a szolgálatot, amit az Úrtól kapott. És ebben is példaképe, előképe a mi Urunknak, hogy úgy fejezte be ő is a kereszten, hogy azt mondta, hogy elvégeztetett. Nem azt mondta, hogy a nagy részét, vagy valamilyen százalékban bevégeztem. Elvégeztetett. Végigvitte. És úgy szeretném, ha lélekben elkezdtük az életet, a Krisztusnak való szolgálatot, ne fejezzük be testben. Ne restüljünk meg, ne fáradjunk bele. Ne legyen se testi, se lelki, se fizikai teher, ami miatt mi belefáradunk az Úrnak való szolgálatban. Hogy változik a szolgálatnak a miensége. Hogy változik a feladatkör. Hogy egy lépése hátrább kell lépni. Hogy nem mindig az első sorban, lehet másod vagy harmadsorban, vagy netán a kulisszák mögött, de imaharcosként emlegetem az én gyülekezetem, az én családom ügyét Isten előtt. De ott vagyok. Ott vagyok a szolgálatban. Az idén temettük el legidősebb testvérnőnket a gyülekezetből. Tudjuk, hogy ki volt az. Hogy hívták? Zsigmond Anna testvérnő. A temetés után a 70 éves fia és menye odajött hozzám a temetőbe, a házsongárba, és a kezembe tettek egy borítékot. És azt mondták, édesanyánk ránk kötötte, fiaim, a hónap második felébe halok meg, még jövő hónapban is kaptok egy nyugdíjt. Én az e hónapit már az Úrnak járó részt oda tettem. A következő hónapiból tegyétek oda. Azt mondta a fia, nem várjuk meg, mert lehet, hogy nem érjük meg, én is szívbeteg vagyok, én most oda akarom adni, most, amíg találkozunk. Még holta után is beszél a hívő ember. Holta után is beszél. Mert tisztában volt azzal, hogy ő szolgál. És az utolsó igazság, József tudta, hogy menni kell erről a földről. Hatalmas kormányzó, erős ember, pompában élt. Egyiptomnak kormányzója, teljhatalmú főúr, és tudja azt, hogy nincs itt maradandó városa. És tudja, hogy semmi keresni valója Egyiptomban. És hisz a mindenható Istenben, a seregek urában. Hisz az Ábrahám, az Izsák, a Jákob Istenében. Hisz abban, hogy amikor beteljesedik az emoreusok bűne, gonoszsága, és leteli az a 400 esztendő, Isten odaadja a megígért földet, a Kánaánt, odaadja az ő népének ajándékba. És ez annyira bizonyos, hogy megeskedteti az ő testvéreit, illetve fiait, hogy az ő tetemeit is magukkal viszik. Ő nem akart ott maradni Egyiptomban. Ő vállalta az Isten népével való együttmenetelt. Életemben és halálomban, Krisztusban lenni. Vele együtt. Semmi keresnivalóm Egyiptomban. Hogy mennyire nem lett része Egyiptomban, nyilvánvaló volt, amikor Potifár feleségét ott hagyja. Nyilvánvaló volt,
amikor nem áll bosszút az ő testvérei. Nyilvánvaló volt most, amikor kész volt megbocsátani. De talán mindeneknél világosabb, hogy ő oda számította magát a menny urának, Istenének országába, és neki semmi keresni valója nincs Egyiptomba. Te hova számítod, és én hova számítom maga? Mi a fontos? Úgy dolgozok, mintha itt örökké élnék? Úgy próbálok a világban minél többet elérni, mintha itt lenne az örökké valóság? Vagy várom és várjuk a maradandó várost, az alapokkal bíró várost? És itt élek a világban, de nem vagyok a világból való. Ezért is volt olyan könnyű Józsefnek megbocsátani, mert ő vágyott urához. Itt eszköz volt, és kész volt engedelmeskedni, de vágyott az ő urához, kívánkozott. És azt mondta, hogy poraimat sem akarom itt tudni Egyiptomba. Ott akarok lenni az Úr népével. Ez az összeforrás, ez az egység, ez az Isten és az ő népe utáni vágy nagyon tetszik nekem Józsefnél. Akinél számít az, hogy hol van életében és halálában. Számít. Testvéreim, úgy ér véget a Teremtés könyve. Meghal a József 110 esztendős korában, bebalzsamozák, és koporsóba tevék Egyiptomban. De a kivonulás könyve megemlíti azt a 10 csapás után, mikor Isten a kemény fáraónak a szívét meglágyította, és megadta a szót, hogy menjetek, az engedélyt kimondta, a József tetemeit magukkal vitték. Olyan csodálatos az, hogy Istennek gondja van az övéire. Gondja. Ne félj! Ne félj, mert gondja van a kismadára, hát hogy ne lenne gondja Reát, s Reám. És ne gondold, hogy életünkben nem tudja, hogy mire van szükségünk. Nem tudja azt, hogy mi az, ami testünknek, lelkünknek, a családunknak szükségeltetik. Tudja. És aki gyönyörködik az Úrban, annak megadja Isten az ő kéréseit. Hagyjad az Úr a te útadat. Bízzál benne, majd ő teljesíti. Tegyük kezünket, életünket, ami atyánk, ami Istenünk kezébe. És megtapasztaljuk, hogy örök élet és kegyelem tölti be életünket, mert ami Istenünk és ami Atyánk megtart. Megváltom fog engem.
Sokszor, mikor fáradt vagyok és bánatos, elhagyatva barátaimtól, egy gondolat vigasztal, ez csodálatos, Jézus vezet át a Jordánon. Nem egyedül fogok átmenni, megváltom fog engem vezetni a halál völgyében. Jöhet bármi kísértés, gond és fájdalom, Jézusom, soha el nem hagyom. Ő megtartja lelkem az utolsó napon, me
Köszönjük figyelmüket és azt, hogy végig kísérték a Credo TV magyar nyelvű műsorát, a Szívdobbanást. Isten kegyelme és szeretete kísérjen el valamennyinket, amíg újra találkozhatunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Találkozzunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt.